A mai videóban tovább építem az alumínium alkatrészeket a távirányítós autómon, kicserélem a hátsó kerekek felfüggesztését és a féltengelyeket. Én Dorcsák Csaba vagyok, ez itt a Rükkverc csatorna, ahol távirányítós autó szerelésről, építésről és autózásról találsz videókat. Jelenleg egy HSP Flying Fish Pro autón van, amihez az összes elérhető tuning alkatrészt megrendeltem, és ma a hátsó kerékhez tartozó dolgokat fogom kicserélni. A szereléshez szükséges alkatrészeket az AliExpressről rendeltem, a linkeket és az árakat megtalálod a videó alatt a leírásban. Szerelés előtt viszont jöjjön a mérés! Úgy tűnik az autó hízott 3 grammot, amióta az utolsó videót megcsináltam, mert akkor 1611 gram volt, most pedig 1614. Nem tudom ennek mi lehet az oka, igaz, feltöltöttem az aksit. És mutatok még valamit. A hátsó kerekek összetartását már az előző autómnál is kifogásoltam, mert a szokásosnál szerintem jobban befelé néz ez a kerék. Megnéztem rengeteg fotót, videót másfajta autókról, és azt vettem észre, hogy ez valamennyire normális egy drift autónál. Valószínűleg ez is elősegíti az autó farolását. Vonalzót nem találtam itthon, úgyhogy ennek a vízmértéknek az egyenes oldalával fogom szemléltetni, hogy milyen irányba néznek a hátsó kerekek. A szerelés végén pedig újra megnézem, mert kíváncsi vagyok, hogy változik-e valami. Oké, kezdjük el! Az átépítéshez ki kell szabadítanom az alsó lengőkarokat, a kutyacsontot, ami ugye a féltengely hivatalos neve, aztán eltávolítom ezt a felső rögzítőt is, és a kerekek kivételével minden alkatrészt kicserélek alumíniumra. Szerintem jó lesz.
elkészültem az építéssel, és most már teljesen kék az autó hátulja. Na, most már azt mondom, hogy ez igazán jól néz ki. Az autó hátsó felfüggesztése, hátsó kerék körül és fölötte már teljes full alumínium tuningot kapott. Természetesen mindez egy optikai tuning, tehát ezt csak azért csinálom, hogy nagyon-nagyon jól nézzen ki az autó, mert minden egyes beépített alumínium alkatrész növeli az autó tömegét, úgyhogy nézzük is meg, hogy mennyivel. A mai tuning eredménye az 1625 g-os tömeg, ami azt jelenti, hogy a mai tuning még 11 g-ot dobott rá az amúgy sem könnyű autómra. De milyen baromi jól néz ki, nem? Az autó és az eddig beépített alkatrészek teljes listáját és az árakat is megtalálod lent a videó alatt a leírásban. Hátra van még az autó eleje, a diffi burkolat, az alsó lengőkarok, valamint a kerék teljes felfüggesztésének alumíniummá változtatása. Ha kíváncsi vagy, hogy fog kinézni a végeredmény, akkor fontold meg a feliratkozást, és találkozunk a következő videóban.